Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Durván két hete indítottam el az online petíciót a határút felújításáért. Ez alatt az alig két hét alatt 51 aláírás érkezett, amiből egy én vagyok, úgyhogy maradjunk az 50-nél. Ez egy szép szám, én ennél rosszabbra számítottam, de szeretném, hogyha még többen értenének egyet a követeléssel. A mai videót egy olyan felolvasó esnek szánom. Leveleket és véleményeket szeretnék felolvasni. Köztük egy igazi szenzációval, ugyanis széles diának korábban reagált egy lakói megkeresésre. Tudnélik, nem ez az első petíció, amiben a határút felújítását kérik a lakók. Mindenek előtt kezdjük a levéllel. Tisztelt polgármester úr! Alulírott határúti lakosok nagy örömmel fogadtuk a hírt, amit ön a 2018. május 16-ai fogadóráján ismertetett velünk. Nevezetesen jó hír, hogy 2019-ben az önkormányzat épít a határúti ipari parkban egy belső utat. Ezzel egyidejűleg a betondarálási tevékenységet is végző céget más helyre kívánná telepíteni ön is, és ez, ahogy fogalmazott, egybeesik azzal, amit az ipari parkban működő cégek vezetői is várnak, és jelezték is önnek. Ezt az utat első ízben, 2010-ben már Pajna Zoltán, akkori alpolgármester is megígérte, mivel 2009-ben úgy telepítették ide a városban közlekedő helyi buszokat kb. 130 buszt hogy nem épült másik ki és bevezető út azóta nagyon sok év telt el borzasztóan nagy lett a forgalom de ennek csökkentésére sajnos semmilyen tehermentesítő út nem épült mint más ipari parkoknál pedig ez még ott is megtörtént ahol belátható közelségben nincs is lakóövezet a forgalom pedig meg sem közelíti az ittenit Épül szépül a város, kivéve a mi házaink, mivel a sok nehéz törmelékkel, szeméttel, ide-oda száguldozó kamion, teherautó, betonszállító miatt rengeteg újabb és újabb repedés keletkezik. Ezt nagyban befolyásolja az út miensége is, ami valaha rég nem ilyen terhelése készült, így aztán nem csoda, hogy a ház beleremeg, és még hozzá a nagy dübörgés nagyon ijesztő, és félelmetes felnőttnek és gyereknek egyaránt. Ha kisebb a forgalom, akkor az autók, teherautók, kamionok száguldanak, soha be nem tartva a sebességhatárt, amikor pedig a munkának vége, több tíz méteres kocsisor kipufogó gázát szívjuk. Élhetetlenek a mindennapjaink. De ön, polgármester úr, ahogy mondta, mindezzel tisztában van. Ezért is reménykedünk, hogy minél előbb megépül az út az ipari parkon belül, hiszen 2019. szeptember 8-án este a DTV Napszemle című műsorában egy riportban úgy fogalmazott az önkormányzati választás kapcsán, hogy azt hiszem, bennünket a tények igazolnak, bíznak bennünk, hisznek bennünk. Így legyen. Kérjük Önt, amint van lehetősége, tájékoztasson bennünket arról, hogy áll a beigért út, ugye, és lesz-e nekünk valaha érhető Debrecen. Előre is köszönettel, határúti lakosok. Debrecen 2019. szeptember 11. Nos, ezzel a levélel én csak egyet érteni tudok. Akkor jöjjön egy következő, amit ezúttal dr. Széles Dián a képviselő asszonytól kapott a közösség. Tisztelt XY. A Debrecen határút várható fejlesztésével kapcsolatban felmerült kérdéseit megfogalmazó, hozzám címzett elektronikus úton érkezett megkeresése válaszolva, kérem engedje meg, hogy a következőkről tájékoztassam. Debrecen megye jogú város önkormányzata fejlesztési stratégiájának kidolgozása során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a város és gazdaság fejlesztés során tervezett és megvalósított projektek közvetlenül vagy közvetve járuljanak hozzá a debreceniek életminőségének javításához, a lakókörnyezet magasabb szintre emeléséhez, vagy eredményezék a lakossági érdekek, igények szolgálatát, az érintettek megelégedésére, ezt az irányelvet követve tervezünk közlekedésfejlesztést is városunkban. A fenti elvek mentén megalkotott Debrecen megye jogú város önkormányzata Debrecen 2030 város és gazdaságfejlesztési programjának részét képezi a határút fejlesztése, átépítése, esetleges szélesítése is, azonban a projekt részletei jelenleg még nem ismertek, kidolgozás alatt állnak. A tervezett fejlesztésről a kész projekt ismeretében tudok majd önnek és az érintett lakosságnak részletes tájékoztatással szolgálni. A határúton ön által is tapasztalt forgalom növekedéshez a Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park folyamatos fejlődés és hozzájárul, ugyanis az ipari park bejáratának megközelítéséhez számos jármű a határutat veszi igénybe. A határút tehermentesítése érdekében tervezők az ipari parkban egy második bejárat megnyitását melyhez szabályozási tervi szinten a feltételek már adottak, reményeik szerint egy-két éven belül a kivitelezés megtörténhet. Ezen terv megvalósulását követően az ipari parba érkező, az új bejárathoz vezető útszakaszt igénybe vevő kamionok, tehergépjárművek és egyéb járművek már nem fogják a határút forgalmat gyarapítani, így az érintett lakosság kérésének megfelelően a beruházás következtében a forgalom mérsékelődése várható majd. Megkeresését, észrevételeit és hozzám intézett kérdését köszönöm, kérem továbbá tájékoztatásom elfogadását. Debrecen 2023. október 13. Tisztelettel dr. Széles Diana, alpolgármester. Ja, Istenem, hol kezdjem? Hát ahhoz képest, hogy a tervek kidolgozás alatt állnak, a Debrecen 2030 terveket 2021 óta bárki, ismétlem, bárki megtekintheti online felületen. A 2023-as verzió egyébként tartalmazza a határút 30 méteres szélesítését, valamint a Kisegyesi úti és a Varütövés utcai bejáratot is. Úgyhogy kérem itt valaki, hazu ha <kül> téved, elnézést, téved. A másik dolog, amit nem tudok elengedni szó nélkül, 2023-ban egy-két évet kell várni a termentesítő út megépítésére. Jó, egy 2019-es havon a következő év végére, azaz 2020 végére ígérték ugyanazt az utat, amit egyébként még csak el se kezdtek. Tóth Gabi, más, hú. Úgyhogy szeretném azt kérni a levél olvasóitól, hogy kezeljék fenntartásokkal. Köszönöm. Végezetül nézzük meg, hogy a petíció aláírói milyen véleménye vannak a határútról. Valóban balesetveszélyes, veszélyes, minősíthetetlenül rossz az út állapota. Az ipari park miatt sokszorosára nőtt az ott közlekedő autók száma. A határúton közlekedek busszal, autóval, garantált a hányinger. Bicajózni nem merek rajta, életveszélyes. Az út mellett életveszélyes gyalogolni. A busz megállóban esős időben várakozni rutri, az esernyő ilyenkor pajsként funkcionál. Esős időben a útszélén a sárban kell menni, mivel nincs járda. Emellett írtó veszélyes, és közvilágítás nulla. A kis egyesgyútól ráfordulunk a határútra, leszűkül az útszakasz, nem le egymás mellett a gépjárművek. Ígérték, hogy a villanyvezetéket a föld alá vezetik, kevesebb lenne a villanyoszlopal való baleset. Ahányszor egy réteget húznak az úttestre, annyiszor szűkidik le. A kerékpáruutat legalább a safleti kelet kellett volna elhozni. Ígérték a tehermentisítő utat. 2020-ban azóta síri csend van. Az autóbusznak késő este és hajnalban a szervizúton kellene közlekedni. Vajon miért nem ott mennek? Az eredeti tervrajzban a Schaffler GPR ki és bejárata a Rittergedon utcán van, hogy éjszaka ne zavarják a lakókat. Itt most beszúrnék egy gyors választ. Azért nem használják a buszok a belső utat, mert a cégtulajdonos megtiltotta. Lássuk a többi hozzászólást. Mindennél fontosabb a megelőzés, főként, ha emberéletekről van szó. A baleset megelőzés nem csak a közlekedésben résztvevők felelőssége, de a városé is az, hogy az utak minősége megfelelő legyen, illetve jól látható legyen minden nagyobb forgalmú út. Remélem sikerre jár a petíció. Én is remélem. Teljes mértékben egyetértek a leírtakkal. Valamint kiegészíteném annyival, hogy a nagy forgalom károkat tesz a kevés lakosság házában, az ingatlanok eladhatatlanok a nagy zaj és a forgalom miatt. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy a kevés lakosság nem véletlen van idézőjelek között. Ugyanis az egyik eddémé meg nem nevezett városvezető szerint a határút felújítása azért nem érné meg, mert kevés ott a lakosság. <hább> Köszönjük. Aláírom, mert nem biztonságos a közlekedés, rossz az út, a járdák is hiányosak és járhatatlanok. Itt lakom, és tapasztaltam a balesetveszélyes útvonalakat gyalog, autóbusszal és személyautóval is. Aláírom, mert a Lóskóti úton laktam, az édesanyám még mindig ott lakik, és sokat járok arra. Ezért tudom, hogy a határút nagyon balesetveszélyes út debreceni viszonylatban. Azt szeretném, ha a felújított határút kellően tehermentesíteni a fészek lakóparkot. Hm, azt én is. 1957 óta lakok itt. Az úton a Richter úti kétszer volt aszfaltozás, a lefolyás széle az ipari park felől földel van feltöltve, az aszfaltozás egyre keskenyebb. Ez kb. egy kilométer, a többi szinte járhatatlan. Jó, egyelőre ennyi. Én arra bízhatok mindenkit, hogy ossza tovább a petíciót, legyünk minél többen, legyen legalább száz aláírás a petíción. A tervém között szerepel, hogy levelet írok az önkormányzatnak, illetve az ipari parkban található cégeknek, hiszen szerintem az ő érdekük is, hogy a dolgozók biztonságosan bejussanak a munkahelyre. Végezetül, még mielőtt megvádolna valaki, semmilyen párt, mozgalom, egyesület vagy szövetkezet nevében nem cselekszem. Mert kurvára legem van mindből. Köszönöm a figyelmet, visszhal.